Ez itt a Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket Tanyi Fanni. Köszöntöm Önöket január 26-án. Ez itt a Color TV híradója. Jó estét kívánok! Nézzük a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Ülésezett a képviselőtestület. Elfogadták az új tápfőárakat az egyéb felhasználók számára. Kazincbarcikán is érződik az ingatlanpiac átalakulása. Egyre több idő a lakásokat eladni. Méltó módon emlékezett Kazincbarcika. A 200 éve született himnuszunkat ünnepeltük. Idei első ülését tartotta a Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete. A városatyák döntöttek többek között a távfűdíjak január 1-i újbóli változása után az egyéb felhasználók tarifáinak megállapításáról, valamint elfogadták a városban működő óvodák és bölcsödék nyári nyitvatartásának menetrendjét is. 2022. január 1-től szabta meg az Energiaügyi Minisztérium a rögzített távfőárak új mértékét, amely szeptember 30-áig érvényes. A tarifa a tavalyi utolsó negyedévi 18-szoros hődíjhoz képest alacsonyabb, de a kirendszeres drágulás még mindig rendkívül magas. Miután változtak az alap- és hődíjak, ezért Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta az egyéb felhasználók távhőszolgáltatási díjainak megállapításáról szóló előterjesztést. A jelenlegi távhőár az egyéb felhasználók részére körülbelül a felére csökkent a tavaly október 1-e és december 31-e között érvényes díjszabáshoz képest. Két napirendi pont a város bölcsödéinek és óvodáinak nyári nyitvatartásáról szólt. A városatyák által elfogadott javaslat szerint Kazincbarcikán a Mosolysziget bölcsöde június 26 és július 21 között, míg a Varázskert bölcsöde július 24 és augusztus 18 között lesz zárva. A váltott nyári leállás lehetőséget nyújt majd arra, hogy azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, az ügyeletes bölcsödébe vigyék a zárvatartás idején gyermeküket. A kazincbarcikai óvodáknál hasonló a helyzet, annyi különbséggel, hogy 8 intézmény érintett a nyári zárvatartásban. Az óvodákban a képernyőn látható beosztás szerint több leállási időpont is lesz, de minden esetben van lehetőségük a gyerekeknek ügyeletes óvodát igénybe venniük, ha a szülők nem tudják megoldani elhelyezésüket. Kazincbarcika város önkormányzatának képviselőtestülete minden napi rendi pontot elfogadott a mai ülésen. A városatyák legközelebb február végén tartják munkaterv szerinti ülésüket. A korábban rendkívül élénk ingatlan piac lassan a múlté. Csökkenni látszik a kereslet, miközben a kínálat még mindig nő. Az országosan is érezhető tendencia Kazincbarcikán is tapasztalható, és a számok egyértelműen azt mutatják, hogy ma már az eladók versenyeznek a vevőkért. Az egyik kazincbarcikai ingatlaniroda videófelvételen is bemutatja az értékesíteni kívánt ingatlant. A lakás kiváló mutatókkal rendelkezik, jó helyen található, nagyobb alapterületű és szépen felújított. Ezt a lakást a tulajdonosa másfél hete kezdte el árulni, ám a hirdetés elindítását követő negyedik napon már le is csaptak rá. Meglepődtünk tulajdonképpen, hogy ilyen gyorsan megy, annál is inkább, mert hát azért a hírekben azt hallani, hogy az ingatlanpiac is esik, és kevés a vásárló. A lakásárak változóak. Kazincbarcikán lehet kapni négyzetméterenként 200 ezer forintért, és jóval 300 ezer forint felett is társasházi otthonokat. Az ár függ az elhelyezkedéstől és az állapottól is. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb ingatlan, amit be vannak árazva a piacon, túl vannak árazva, úgyhogy egy ilyen jó pár százalékkal kellene csökkenteni az árakat, és akkor lenne a helyén a piac. A kazincbarcikai ingatlan iroda specialistája szerint a piac most kivár. A kereslet csökkent, így jelenleg nagyobb a kínálat, mint amennyit a piac fel tud venni. Pásztor Petra televíziónknak azt mondta, hogy a lakásvásárlók 60-70%-a olyan korszerű otthon keres, ahová csak beköltözni kell.
Így tovább tart a kiválasztási folyamat, ami még jobban lelassítja az eladásokat. Most az ingatlan piacon a keresletet felváltotta a kínálati piac, ami azt jelenti, hogy kb. 30%-kal esett vissza a kereslet, és megnőtt a kínálat. Ez köszönhető a rezsi emelkedéseknek is, illetve a kamat emelkedéseknek is. Közel 60-62-69%-kal nőtt meg a kínálat most a piacon. A vásárlók különböző támogatásokat vehetnek igénybe. Továbbra is élnek az otthonteremtési állami támogatások és a kedvezményes hitelkonstrukciók. De Kazincbarcika város önkormányzata jelentős mértékben megemelte a 2016 óta működő lakásépítési és vásárlási támogatás összegét is. Az itt élők vagy ide költözni szándékozók bizonyos feltételek megléte mellett lakásvásárlás esetén legfeljebb 2 millió forint, lakóház vásárlása, építése vagy épületbővítés esetén pedig legfeljebb 3 millió forint támogatást igényelhetnek. Egy színes város, ahol a gyerekek és a felnőttek, a kezdők és a profik mind ugyanazt ünnepelték. Idén Kazincbarcikán a kultúra egyik bázisának, az Egressy Béni Művelődési Központ bezárásának okán az Ádám Jenő tagiskolában emlékeztek a résztvevők arra, hogy 200 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én e napon tisztázta le Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk a himnusz kéziratát. Ebben az évben is méltó, különleges, mégis meghitt ünnepi műsorral tisztelgett a magyar kultúra előtt Kazincbarcika. Az Ádám Jenő tagiskola kórusa és a Pollák Mihály általános iskola diákjai is saját nyelvükön fogalmazták meg és mutatták be, mit jelentenek számukra a kulturális értékek. Nagyon sokáig készültünk, már egy hónapja erre készülünk, mindannyian nagyon örülünk, hogy ez létrejöhetett. A Pollák Mihály általános iskola felkészítő pedagógusa Kölcsey Petőfi, Reményik Sándor és Tóth Árpád verseket, valamint Cseh Tamás, Bereményi Géza dalokat tanítottak meg a gyerekeknek. Ahogyan fogalmazott, a mai gyerekek rendkívül fogékonyak a kultúrára. A gyerek mindig azt tanulja meg, amit elé teszünk, mindig azt szereti meg, amit mi szeretünk, és hogy megmutatjuk neki a kultúrának a veretesebb és értékesebb részeit, akkor azt fogja megszeretni és megtanulni. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük hazánkban. Éppen 200 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratát. Dr. Makkai Orsolya alpolgármester beszédében nemzeti himnuszunk költőjét méltatta, kiemelve, hogy Kölcsey Ferenc gondolatai és írásai mennyire őszinték voltak, és hogy egész életében azt képviselte, amiben ő maga is hitt. Az alpolgármester ünnepi beszédében szólt a kultúrát első számú célpontként érintő válságos helyzetről is, ami az Egressy Béni Művelődési Központ bezárásához vezetett, illetve kiemelte a Mezei István Művészeti Központ nyitvatartása miatti bizonytalanságot, de féltve beszélt az Egressy Béni Városi Könyvtár könyvállományáról is, amelynek állagát csak megfelelő hőmérséklet biztosításával lehet szinten tartani. A szomorú tények azonban nem vették el a fókuszt a kultúra ünnepléséről. 2023-ban biztos vagyok benne, hogy az önök segítségével, a pedagógusok, a szülők, a gyerekek és a városlakók segítségével méltón meg fogjuk tudni ünnepelni a Magyar Kultúra Napját, vagy éppen a Pedagógus Napot, vagy a Szociális Munkanapját, vagy éppen meg tudjuk majd ünnepelni a Color City Kazincbarcika Városmárka 10 éves születésnapját. Az ünnepségen adták át a Kazincbarcika város képviselőtestülete által 2007-ben alapított Barcika Art kitüntető díjat, amelyet 2023-ban Hegedűs János grafikus festő vehetett át. Nagyon büszke vagyok rá, nem gondoltam, hogy én kapom, és nagyon örülök neki, és remélem a további munkásságom majd ezt fogja tükrözni. Az ünnepség részeként Nagy Ervin Jászai Mari díjas színművész előadása zárta az estet. A művész Babics, Petőfi, Vörös Marti és kortárs versekkel tette igazán méltóvá a Magyar Kultúra Napját 2023-ban Kazincbarcikán.
Az országban több mint 30 ezeren szavalták egyszerre a himnuszt, köztük a Szalízi Szent Ferenc Gimnázium tanulói és oktatói is. A nyíracsádi Szent Piroska Görög Katolikus Általános Iskola nemzeti imádságunk a himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából közös versmondásra hívta a diákokat és a pedagógusokat országszerte. A már 10 évre visszatekintő hagyományhoz idén több mint 100 iskolából nem kevesebb, mint 30 ezer diák és tanár csatlakozott az ország legkülönböző pontjairól, de a határon túlról, Erdélyből, valamint Hargita megyéből is. A január 20-ai közös versmondásban a Szalízi Szent Ferenc Gimnázium is részt vett. Az intézményben több mint 500 diák és tanár közös szavalattal tisztelgett Kölcsey és a himnusz nagysága előtt. Az akció célja az volt, hogy minden tanuló érezze a közösen mondott nemzeti imádság erejét, hiszen ha így megérzik az összetartozás nagyszerűségét, később könnyebben találhatnak építő közösségre az életben is. Megnyílt a 2023-as év első Gimi galériája. A művészetkedvelő közönség Dobos Norbert festményeit tekintheti meg, aki egy igazán eredeti összeállítással készült erre a napra, így mindenki megtalálhatja maga számára a leginkább tetsző alkotást. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusa nyitotta meg Dobos Norbert kiállítását a Gimi galériában. A színesebbnél színesebb képek nem csak a művészetkedvelő közönség, hanem a diákok figyelmét is felkeltették. Nagyon jó nézni ezeket a képeket, mert igazából nekünk is önbizalmat adnak. Mi is meríthetünk belőlük igazából akár a művészetek órára, vagy úgy akár a magánéletünkben is, hogyha éppen művészlelkek vagyunk. Az eseményen Pétervári György műgyűjtő önkormányzati képviselő mutatta be Dobos Norbert pályáját a közönségnek. Dobos Norbert nagyon eredeti egyéniség, a festészete is az. Nem hasonlít szinte senkihez, mégis vannak rajta bizonyos hatások. A művész a Kazincbarcikán működő Izsó Miklós művészeti körben kezdett el alkotni, majd az Egri főiskolán ismerkedett mélyebben a festészettel. Itt karolta fel tanára Földi Péter, aki igazán elégedett volt munkáival, és inspirálta a festőt a folytatásban. Dobos Norbert egy érdekes technikát választott festményei elkészítéséhez, ez az úgynevezett pontozásos technika. A pontozás, ami úgy történik, hogy fecskendővel pontozok. Ami elhangzott, hogy az ausztrál őslakosok, ők ecsettel pontoznak nálam, ez úgy vált be, hogy próbáltam én is az ecsetet, de különböző méretűek lettek a pontok, lassabb, utána váltottam, és egy műanyag fecskendővel történt. Dobos Norbert nem csak festészettel foglalkozik, hanem művészettanárként is tevékenykedik a városban. Elmondása szerint Kazincbarcikán nagyon sok a tehetséges diák, akiket igyekszik támogatni, segíteni, illetve átadni a saját tudását a művészet iránt érdeklődők számára. A kiállítás ingyenes, és minden érdeklődő számára megtekinthető a következő egy hónapban. A férfi röplabda extraliga alapszakaszának utolsó fordulójában mindenképpen győznie kellett a Vegyészercé Kazincbarcikának ahhoz, hogy a középszakaszban a felsőházban, azaz a legjobb négy között szerepelhessen. A Kaposvár elleni találkozón Toronyai Miklós tanítványai esélyt sem adtak a somogyiaknak, és magabiztos győzelmet arattak. A két együttes őszi mérkőzésén a Kaposvár nyert 3-0-ra hazai pályán, de a somogyiak az utóbbi hetekben nem voltak jó formában, hiszen legutóbb 3-0-ra kikaptak a Debrecentől, így a mostani csata mindkét gárda számára komoly téttel bírt. A képlet rendkívül egyszerű volt. Amelyik csapat nyer, bekerül a felsőházba. Az első játszmában el is húzott 3 ponttal a hazai alakulat. A házigazdák végig uralták a szettet, és végül 25-19-re meg is nyerték azt. A folytatásban is rendre a barcikai együttes akarata érvényesült, Blázsovics ihletett formában röplabdázott, egymás után 3 ászt ütött, és a kaposvári mester időkérése sem segített. A végjátékban kicsit magukra találtak a dunántúliak, ám hiába nyújtott jó teljesítményt Bögöly, a házigazdák ezt a játszmát is megnyerték 25-21-re. A harmadik szakasz tétje a Kaposvár számára a meccsben maradás volt, és ennek megfelelően jól kezdtek, hiszen 3-1-re vezettek.
A vegyész azonban összekapta magát és gyorsan fordított. 10-5-nél pedig úgy tűnt, a somogyiaknak nem lesz esélyük a győzelemre. Valóban így lett. A barcikai együttes a játszmát 25-16-ra, a mérkőzést pedig 3-0-ra nyerte meg. Elég nagy volt a tét, ugye, ennek megfelelően mind a két oldalon elég sok volt a hiba, amit ugye mi tudtunk hamarabb lekezelni, és nagyon örülök, hogy megint agresszív szervákkal, és ez hozta magával a blokkot és a mezőny munkánkat, mindig el tudtunk lépni pár ponttal, és a végén ugye elég simára alakult. A folytatásban a vegyész a felsőházban a legjobb 4 együttes között szerepel, és az első mérkőzését a Deac ellen idegenben játsza. A Magyar Kupa elődöntőjében pedig februárban ismét összeméri tudását a kaposvári csapat. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Ülésezett a képviselőtestület. Elfogadták az új tápfőárakat az egyéb felhasználók számára. Kazincbarcikán is érződik az ingatlanpiac átalakulása. Egyre több idő a lakásokat eladni. Méltó módon emlékezett Kazincbarcika. A 200 éve született himnuszunkat ünnepeltük. Ennyi volt mára a Color TV híradója. Műsorainkat, híreinket a Colorline-on, illetve YouTube csatornánkon találják meg. Amennyiben észrevételük van, írjanak nekünk a szerkesztőség kukac@barcikaart.hu e-mail címre. Híradóval legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!